Hello, S. A News, Turóczi Richarddal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy Romániában az Antenna 3 élőadásában elaludt a telefonon felhívott agrárminiszter, amikor arról kérdezték éppen, hogy miként lehetne megsegíteni a román gazdákat, akik az ukrán balhé miatt szívnak. Itt van, miniszter úr. És hát ott volt, csak hát szegény annyit dolgozik, hogy elaludt. Még álmában is a román gazdák problémáival foglalkozik, illetve foglalkoznia kellene, csak hát mindenre már nem jut idő, egy nap 24 órából áll is, amikor aludni is kell. Bloomberg. A Davosba tartó milliárdosok tükrözik a világrend megváltozását. Az idei világgazdasági fórumról észrevehetően hiányoznak az orosz iparmágnások, de ők még hagyján a kínaiak. A kínaiak sem igazán lesznek ott, az irániak meg eddig sem voltak arrafelé túl gyakoriak, úgyhogy ha utánuk az indiaiak és más hasonló országok gazdagabbjai is inkább mással ütnék el az időt, mint hogy ott legyenek, akkor a helyi vállalkozóknak is fel kell erre készülniük. És hogy mely helyi vállalkozókra gondolok? Express AT. World Economic Forum Davos 2. Az eszkort ügynökségek már teljesen le vannak foglalva. Igen, most még nagyon jól lehet keresni, hogyha az embernek svájci eszkort ügynöksége van. Most arra minden lány és fiú be van táblázva, ugyanis az osztrák cikk szerint minden szexuális irányultság számára elérhetőek voltak. Az elit. In the Herald. Az Air New Zealand beszólása Harrynek és Megannek 2. Hamarosan érkezik a Sussex osztály. Harry a memoáriában azt kamuszta, hogy Megan az Air New Zealand járatával utazott Mexikóból Angliába az első osztályon. Apróbb szépséghiba, hogy nekik, mivel ez egy új-zélandi légitársaság, nincs Mexikó és Nagy-Britannia között járatuk, illetve ha lenne is, első osztály nincs hozzá, mert nem létezik náluk első osztály. Erre azt vittelt a légitársaság, hogy bemutatjuk a Sussex Class-t, úgy tűnik, hogy hamarosan. Elkezdünk gyűlni, mint vérszagra, az éjjel van ez örömteli. Amikor ezt felveszem, akkor a TikTokon már közel 2000-en vagyunk. Igaz, hamarosan letiltanak engem mindenféle funkcióról, mert vannak emberek, akik vagy maguk, vagy az őseik által a szocializmusból hozták magukkal a jelentkezés szép hagyományát. Sajnálatos módon a TikTok Nagy-Britanniai központjában nem értenek jó magyarul, legalábbis az iróniát és a szatírát azt nem igazán értékelik. Igaz, ezzel sok magyar állampolgár is így van, ezért dőreség lenne csak a TikTok munkatársait hibáztatni. Viszont ők a saját közösségi irányelveiket sem tartják be, amelyekben többek között az áll, hogy az iróniának, a szatirikus tartalomnak, a véleménynyilvánítás szabadságának, különösen a tájékozódáshoz való jognak erősebbnek kell lennie, mint egyes lelki hópihék védelmének. Minden esetre ezt most már jogászkodással próbáljuk lemeccselni. Az igazi megoldás erre a Telegram. A szólásszabadság van, ráadásul magyar nyelven is lehet kezelni. Az ember azt látja, mire feliratkozott, nem azt, amit az algoritmus meg akar neki mutatni, hogy minél több időt töltsön ott a delikvens. Nagyszerű üzenetküldő, remekül lehet akár podcasteket, csoportos hanghívásokat, online hang és videó közvetítéseket indítani. Egy csomó lehetőség van benne, ezért arra kérek mindenkit, hogy mindenképpen iratkozzon fel a Telegram csatornámra. De a YouTube-on mi mást is mondhatnék, mint hogy itt is tessék feliratkozni, megnyomni a csengőt, pláne írni egy algoritmus támogató kommentet, lájkolni a videót esetleg. Ám mindennél fontosabb lenne, hogy ennek vagy más news epizódnak a linkjét küldjétek el, küldjék el az ismerősöknek, hogy tudjanak arról, hogy van ilyen műsor, ami összeszedi a világ történéseit szellemesen. Köszönöm szépen! Iraqi News. Az Iraqi Airways felveszi a flottájába az Airbus A220-ast. Látszólag ez egy 72. hír csupán. Ám az A220-as a kanadai Bombardier gépe volt, még Sea Series néven ma már az Airbusé lett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Suzuki gyárt egy autót, már épp elkezdik venni a népek, és akkor jön a Toyota, és azt mondja, hogy megvesz egy jogot, megvesz egy gyártósot, megvesz mindent, a terveket is, és innentől kezdve Toyota néven forgalmazzák tovább. Mondjuk ez a valóságban most éppen gyakorlatilag pont fordítva történik meg, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg, hogy az iraki gazdaság és ez a konkrét nagymúltú légitársaság abban az állapotban van, hogy zsírúj gépeket kezdett el vásárolgatni jó hangulatban. És aki figyelt, és nem most lát először news-t, az tudja, hogy Irakban óriási pénzeket költ az állam arra, hogy az az iraki állampolgár vagy cég, aki 2023-ban napelemet akar tenni a tetőre, az megtehesse ingyen. Minden Európai Uniós támogatás nélkül. Na, és ebből az Irakból jön sok-sok bevándorló Európába. Felmerült a kérdés, hogy miért. Leginkább azért, mert Irak egy olyan ország, ahonnét senki nem lát szívesen beutazókat, szinte minden országgal úgy vannak, hogy vízumot kell kérni egy iraki állampolgárnak a beutazáshoz. És egy iraki állampolgárnak a vízumokat általában nem szokták megadni.
Ati. Ultrarugalmas fényforrásokhoz 2 pont. Orosz tudósok létrehoztak egy anyagot a kijelzők új generációjához. Ezt OLED kijelzőnek hívják, tehát nem D-vel, mint OLED, hanem OLED-T-vel. A végén dióda van, ugyanis nem tranzisztor. A céljuk az volt, hogy egy olcsóbb, de erősebb fényű kijelzőt hozzanak létre, ami nem ég be. Tehát, hogyha sokáig megy rajta a muzsika tévé a gíroszosnál, akkor a nap végére nem maradott örökre a tévé logója. Tudom, most jön majd az, hogy de az oroszok egy ladát nem tudnak összeszerelni résmentesen, nem hogy egy tévét vagy egy monitort, tök jó, majd a kínaiak segítenek nekik. Ez ugyanis most már közös érdek. És amikor a kínai gyártósor megérkezik, esetleg eleve Kínában kezdik el gyártani, egy kínai márkánál lesz ez a szabadalom felhasználva, tehát ők csinálhatják, míg egy nyugati, nem földre az értelemben, hanem úgy nyugati, hogy koreai vagy japán cég meg nem tudja ezt megcsinálni, mert nekik nem lehet, akkor meg mindenki meglepett Pikachu-ként fog nézelődni, hogy pika, pika. Az oroszok hát eddig azért nem foglalkoztak ilyesmivel, mert nem kaptak rá pénzt. A tudósok erre nem kaptak pénzt, és azért nem kaptak rá pénzt, mert nem kellett nekik ezzel foglalkozni, hiszen nem volt erre szükség, meg lehetett mindent venni külföldről. Hát mostantól majd szükség lesz rá, úgyhogy csinálnak helyette sajátot, a kínaiakkal közösen. CBS News. A Microsoft korlátlan szabadságot biztosít a dolgozóknak. A vállalat új szelektív szabadnapokra vonatkozó szabályzata értelmében az amerikai alkalmazottaknak többé nem lesz fix számú szabadsága évente, és annyi szabadságot vehetnek ki, amennyit akarnak. Jó hangzik. Csak hát Amerika egyébként arról híres, hogy ott aztán nincsenek igazán túlzsúfolva a szabadnapokkal az emberek, szóval ezt nem úgy képzelje el senki, hogy az évi 20 szabadnapra nyomtak egy végtelen csítet, hanem valójában kb. 20-at fognak most kapni, mint Európában, de az nekik annyi, mint itt a végtelen. Niezależny dziennik polityczny. A férfiak tömegesen menekülnek Lengyelországból, elkerülendő a tartalékos szolgálatot. A Lengyel Honvédelmi Minisztérium december elején közé tette a 2023-ban behívhatóak és tartalékos szolgálatot teljesítőknek a számát. Összesen 250 ezer emberről van szó, de mindenki más csak akkor mentesülhet biztosan ilyesmi elől, ha elmúlt 55 éves, vagy különösen fontos a munkája a gazdaságban. Ennek hatására sok férfi, főleg ha a jelét érezte a problémának, az ukrán balhé okán úgy döntött, hogy inkább odébb áll. Mivel az EU-ban nincsenek határok, ezért nem alakulhattak ki olyan látványos képek, mint mondjuk az orosz-kazak határon pár hónapja. Egyébként nagyjából a helyzet hasonló, mert ott is kétféle ember van. Az egyik mindenféle undorító, egoista hazáról ott tetűnek elmondja azt, aki létszel, a másik meg azt mondja, hogy az egyén jogában el eldöntő, meghalna a hazáért vagy sem. Mindezt úgy, hogy Lengyelországnak nincs különleges katonai művelete Ukrajnában. Még. TASZ. Grúzia azt mondta, hogy Ukrajna nem ajándékozott az ország meg bukrendszert. A buk egy szovjet légvédelmi cucc, elméletileg ilyen előtték le a maláj utasszállítót is annak idején a Donbass felett. Most az ukránok visszakérik a bukrendszert, amit a grúzok megvettek tőlük, de az ukránok szerint a grúzok nem fizettek érte, szóval ajándékba kapták. A grúzok szerint meg fizettek érte, illetve az ukránok most még a grúzok javelinjeit is kérik, amire az USA azt mondta, hogy nyugodtan adják csak oda a grúzok az ukránoknak. De a grúzok azt mondták, hogy nem adnak ők semmit, mert nem állnak senkinek az oldalán, és egy töltényt sem adnak. Ennek valószínűleg köze lehet ahhoz, hogy 2008-ban egyszer már találkoztak azzal a jelenséggel, hogy mi történik, hogyha az oroszoknak nem tetszik egy egykori szovjet tagállam nyugat felé történő kacsingatása. Stranátocska UAE. Egy oroszlán magában járkál, az odesszai állatkert letagadta az afrikai ragadozót, ami a moldovai erdőkben kóborol. Az biztos, hogy Moldovában egy oroszlán magában járkál az erdőben, erről videókat töltenek fel az ott lakók, márpedig legközelebb oroszlánt az odesszai állatkertben tartottak, legalábbis legálisan. Ezért gondolják sokan azt arra felé, hogy ez az állat onnan szabadulhatott el, abban a káoszban, ami egy éve tart Ukrajnában. Viszont az ukránok szerint ez az oroszlán nem az ő oroszlánjuk, nem tudják, miről van szó. Őket csak az érdekli most, hogy mindenki adjon nekik fegyvert és pénzt, és ha lehet, akkor még ma kezdődjön el a harmadik világháború, és áldozza fel az államok függetlenségért a nyugat a lakosainak az életét. De ezek az ukránok nem ismerik a magyar nyelvet, nem is szeretik különösebben, mint ahogy ezt megtapasztalhattuk, szóval ezért nem tudják, hogy a magyar nyelvben az oroszlánt már csak a neve miatt sem fogadhatnák vissza. Africa News. Mauritius és az Egyesült Királyság tárgyalásokat kezd a Chagos-szigetekről. A 60-as évek végén a britek egyszerűen oda mentek, kisajátították azt a helyet, ami nekik kellett, mindenféle nemzetközösségi és gyarmatosítói lózungra hivatkozva, aztán odaépítettek egy bazinagy katonai bázist,
mert tök jó helyen van az Indiai óceán kellős közepén. Most a mauritiusi vezetés szeretné őket hazatessékelni, csak hát azóta már az amerikaiak is odapofátlankodtak, így most már ketten bandáznak ott a mauritiusiaknál, akik továbbra is szeretnék visszakapni azt, ami az övék. Nagyon vicces ez a történet, pláne ma is, pláne abból a szempontból, hogy miféle csodálatos emberi, erkölcsi, politikai, lelki, nemzetközi jogi, morális, emberjogi sírámokat tudnak előadni, úgy a britek, mint az amerikaiak, ha mondjuk Koszovóról vagy Ukrajnáról van szó, de amikor nekik kellett valami, akkor egyszerűen oda mentek, elvették. Aztán, hogy teltek az évtizedek, és az egyet fejlődésben odáig jutottak, hogy számukra az országok területi épsége szent és sérthetetlen lett, meg minden népnek és embernek joga lett, és az egyenlőség is fontossá lett, meg a kis országokra is tekintettel kell lenni, stb. De valahogy mégis úgy van az, hogy ők nem akarnak nagyon hazahúzni, és ha kérik, akkor sem mennek haza. Most már annak is örülnének a mauritiusiak, ha csak néhány nem használt szigetecskét visszakaphatnának, ha már ezt a rohadt nagy és drága bázist, amit felépített oda a fehér ember, és ugye ezt nem hagynám szívesen, azt nem kapnák meg. Nem valami progresszív és woke dolog ez két többségében fehérek lakta ország részéről. The Straits Times. A Myanmari junta fehér elefántnak örül az uralkodáshoz való jogjeleként. Az egykori Burmában egy ideje már katona irányítás van, illetve már megint katona irányítás van, miután az előző garnitúrát, akiknek a katonai vezetés akkor átadta a hatalmat, szóval azokat hazárolóknak nézték. És most éppen fehér elefánt született az országban, ami ritkaság és mindenféle vallás és szokásbeli ok miatt úgy ítélik meg, hogy ez jó jel a katonai vezetés jövőjére nézvést. Hogy az országnak is jó ez vagy sem, arról nincsenek hírek. Habertürk. Oroszországos közvéleménykutatás Magyarországon 2. Az emberek ellenzik a szankciókat. A török hírportál és Hír TV imigyen dolgozta fel a magyar nemzeti konzultáció hírét. Idézem. Magyarországon a kormány felmérést végzett. Felmérést. Amelyben megkérdezte a magyar emberek véleményét az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban. A felmérés szerint a lakosság 97%-a elutasította az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit. Megnéztem, a nagyobb nyelveken mindenhol úgy közlik a nemzeti konzultáció eredményeit, mintha felmérésről vagy egyenesen véleménynyilvánító népszavazásról lenne szó. Arról sehol sem írnak, hogy egy közel 10 milliós országban 1,4 millió ember válaszolt a kérdésekre, és ezen emberek 97%-a döntött úgy, ahogy. A többiek véleményét nem ismerjük. Nyilván tudjuk, hogy a többség ellene van a szankcióknak, de ezt nemzeti konzultáció nélkül is tudnánk, mert még az ellenzékiek többsége is jobban szereti a világbékét, meg az olcsó gázt, mint Ukrajnát, amiről ugye verekedő politikusok, még Magyarországról nézve is durva korrupció, meg a kárpátalja magyarokat vegzáló gárdisták juthatnak az eszébe. Viszont ennek a hírnek az az üzenete, hogy külföldön egy nemzeti konzultáció így néz ki. Ebből vonja le mindenki a tanulságokat. Olyasmi ez, mint amikor Magyarországon valódi népszavazás volt a NATO-tagságról. Akkor 97. november 16-án a választásra jogosult 8.059.039 főből 3.968.668 fő ment el csak szavazni, tehát 4.090.000 otthon maradt, és mivel azoknak a 85%, akik elmentek a népszavazásra, az igent húzták be, ezért a lakosság kisebb fele eldöntötte ezt a kérdést úgy, hogy nem tudtuk meg a többség véleményét. És bum, így lett Magyarország a NATO tagja. És az még ma is. Bicsőd. Egy ukrán háborús kéregető epikus megcsinálása Alex Tín által. És akkor tekintsünk meg együtt egy csodálatos beszélgetést a Fehér Ház tövéből. You want America to send more money to Ukraine? What about this homeless man? My wife's boyfriend. Do you know, I need help. Don't you think he needs help? I need help. This is a rally in support of Ukraine. Yeah, but what about the homeless people right here in America? We have problems in America. Don't you think $100 billion to Ukraine is a lot? In this case, I'm simply asking this of Congress. Are you asking Congress for this? Yeah, I think they should help the homeless instead of giving hundreds of billions of dollars to Ukraine. Putin has been threatening to attack other countries, including the United States. Do you have any money? Do you want to give him any money? You don't want to give him any money? Give him some of that Ukraine money. USA, USA, USA. It's okay, continue talking. Mommy, don't you guys think we should help American citizens? Ha esetleg valaki szívesen gyűjtene egy orvosházi iskola, egy nápolyi rendőrös vagy egy várna idősek otthona részére, akkor sokat tanulhatott. Európaiként is ebből az amerikai videóból.
Tengri News. Kínában elérte a 900 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma. A pekingi egyetem kutatása szerint január 11-én már több mint 900 millió ember, azaz az ország lakosságának 64%-a fertőződött meg a koronavírussal. Ezért most Demi segítségével megtanulunk egy fontos kifejezést kínaiul. Fuck you! In Chinese, 去你的, 去你的, 去你的. 去你的. Ez volt a News Turoci Richardal, nefilőcsitek el filiratkozni. Van hoza egy csengő is. Telegram t.mi/turociRichard. Instagram Richard Turoci. TikTok Richard.turoci. Mara eni. Ciao!